A csoda elmarad, bár volt rá némi esély. Végül négy gólos vereséget szenvedett a Váci NKS női kézilabda csapat a Párizsban a kek negyed döntő visszavágóján, ahova anyagi áldozatok árán jutottak csak el. Otthon egyen nyertek a váciak, ez kevés volt, miként a mezőny fölé növő king a 11 találata is. Ő van most itt Gulyás István vezető edző vagy értékeljük ezt a menetelést. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Mennyire lógtak az orrok Párizs után? Kezdtem. Sírtak a lányok, tehát azt gondolom, hogy megér, megérdemeltünk volna egy kicsit, kicsit szerencsésebb végkime, végkimenetelt. Megtettek mindent, küzdöttünk, tényleg körmük szakadták, de kevés volt. Mit kellett leginkább síratni? Hát azt gondolom, hogy ilyenkor az a legrosszabb, hogy tényleg ugye mindent megtettünk, és, és mégse sikerült a továbbjutás, és, és, a csapatnak még nem volt ilyen négy közöli kerülési esélye, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt... Hát volt nyilván egy, egy feszültség is a társaságban, hogy, hogy, ez a, pontosan azért, hogy ez még nem volt meg, hogy ez milyen óriási dolog lenne. Az ilyenkor felszabadul az ember. Talán egy kicsit igen, mm. de hát ez nem mondható feszültségnek, hiszen ez, ez egy lehetőség, amivel élni kellett volna. No, hát ugye a sorsolás előtt, amikor itt e, István itt ültél, akkor ezt a csapatot szeretted volna kapni. E, megkaptátok. Most már nem jutott eszedbe az, hogy lehet, egy másikat kellett volna kérni? Nem, azt gondolom, nem. teljesen optimális volt. Uh -huh. Tehát ő... Annyiba, annyiba változott a, a kép, hogy míg a Kapronca ellen úgy kellett fölállnunk, hogy Kaproncának két vezérényelisége kiesett, most ezt átéltük mi is, hogy két nagyon fontos játékosunk kiesett ebből a párharcból, és azt gondolom, hogy a, a végjátékban ezt nem bírtuk el. Kinga egyébként, ez a párizsi csapat, ez gyengébb, mint a Kapronca? Szerintem igen, sokkal. Uh -huh. Tehát ugye ez is akkor gondolom, hogy... Igen, ez így. volt. a szomorúságnak. Ugye ez egy legyőzhető csapat volt. Persze, hát itt le tudtuk őket győzni, nem túl jó játékkal. Én bíztam benne, hogy ott azért még sikerül, de hát sajnos nem jött össze. mi történt a második fél Ö, szerintem megleptek minket, ember emberfogással követtek engem végig, és ötöt ellen nem igazán tudtunk mit kezdeni támadásban. De miért is van? Hát ez jó kérdés, igaziból a ö, helyzeteink megvoltak. Most így kicsit nyugodtabban azt gondolom, hogy nem tudtunk, ö, nem tudtunk egy az egybe előnyt hozni. Tehát ö, igaziból birkoztunk, szenvedtünk, és ö, ott az kellett volna, azt kellett volna, hogy egy egybe előnyt hozni, és utána ezt vinni azt az előny széleken befejezni a, a, játékot. Aztán tegnap már beszélgettünk róla, hogy lehetett volna ö, Ö, mást játszani, még egy szélsőt bejebb hozni. Jutólag éjszaka gondolkoztam, mi lett volna, hogyha a szádvári bejebb hozzuk, aki egy kicsit ö, ö, agresszívabban cselezett volna, de ez már utólagos, okoskodás. Ott abba, abba, a szituációba, ahogy szoktuk ezt játszani, azt nem tudtuk megoldani. Egy, egy ilyen tétmecs után te ilyen vagy általában? Tehát akkor az éjszaka rámegy az agyalásra? Hát hogy... mindenféleképpen, mert ahogy a Kinga is említette, tehát lehetőségünk volt. Még annak ellenére is mondom, szeretném hangsúlyozni, hogy hiányzóink voltak, de, de így is, így is olyan, olyan lehetőségeink voltak, amit, amit illet volna, illett volna kihasználnunk akkor te azt mondod, King, hogy ez a meccs ez nem otthon ment el azzal, hogy nem lett nagyobb az előny? Nem, szerintem nem, nem? mert azért nem. lett volna kint is a győzelemre. Simán, tehát nem Persze. nyerni kellett volna Igen. Párizsban, annyi az egész. Hát, még azon, mi hiányzott még hozzá, István? Mi hiányzott hozzá? Mi talán, ö, talán az, a, az, a, az, a, ö, ö, az a hit, az a hit, ami, ami a, amivel a Kinga ott pályára ment, vagy, vagy játszott. De a többiekben is meg volt, de mégse billent át. Mégse billent át, tehát nem tudott kinőni mellé. Még egy olyan ember támadást mondom, mert kapu azért a nagyon sokat segített. Szádvári is helyel, helyel közzel megoldotta a feladatát. Még egy ember kellett volna, azt gondolom, a jobb oldalról, vagy a belső pozíciókból, aki egy kicsit tehermentesítette volna a Kingát. Ez ebbe a szituáció, amikor emberfogással követték. Elméletileg az embernek ilyenkor edzőként örülni kell, ha megfognak valakit. Nyílik a terület, nagyobbak a helyek, és sokkal könnyebben le lehet játszani, sajnos itt ebbe belepánikoltunk. Uh -huh. Egyébként, King, az a pályán egy, egy ilyen fontos mérkőzésen, ott mi a különbség abban, hogyha mondjuk te visszad a hátadon a csapatot, és a szituáció az a jobbik eset, a többiek így elkapják a ritmust, és mennek a, a vezéregyeniség után, B, mint hogy ez most történt, hogy egy kicsit úgy, úgy, úgy leült, vagy levénult a társaság, és akkor úgy egyedül maradsz. Nem egy jó érzés, tehát tényleg én mindent megtettem, amit csak tudtam, talán a többieknek egy kicsit ö, fel kellett volna nőni a feladathoz, hogy így kelt megy egy, egy kert, döntő, és, és úgy kellett volna játszani. Persze én nem mondom, hogy nem akartak, mert biztos mindenki akart. Ö, én is nagyon akartam az előző mérkőzésen, azért nem jött ki belőlem. Lehet, hogy most ez történt velük, nem tudom. Ilyenkor mondjuk, amikor így nem jön össze, akkor egy, egy ilyen társaságban, egy ilyen közösségben az simán belefér, hogy hogy akár össze is vesznek a csajok egymás között? Amit utána lehet, hogy két nap múlva elfelejtenek. Nem, mi nem vesztünk ezen össze. Uh -huh. Hogyan kell ezt ilyenkor... Hát ugye ez vége, ez egy nagy lehetőség volt, de fel tudjátok-e úgy fogni, hogy lehet, hogy ez egy előszoba volt, mint mondjuk például a Fradi visszatért a Bajnokok Ligájába, nagyon úgy tűnt, hogy sokáig eljuthatnak, végül nem sikerült, ezer ok miatt. Lehet, hogy ez csak valami a teremtő azt akart, hogy az ember legyen egy teher is majd jövőre. Azt gondolom, én is egyébként így gondolkozom, hogy mindennek oka van. Mm. Tehát ennek is, ennek is bizonyos, hogy komoly okai voltak, hogy mi nem jutottunk tovább az említettek mellett van még, van még 100 millió. Visszakanyarodnék egy pillanatra, hogy hogy milyen a, a kaproncával összehasonlítva ez a csapat. Én ezzel Na, az az hinkam, az igen, én ezzel az azért vitatkoznék. Tehát igen? azért védekezésben, védekezésben, mindenféleképpen azt gondolom, hogy komoly szintetű meg ez a francia csapat. Magasak, erősek, és Arról nem nagyon beszéltünk, de mi arra készültünk, hogy ezt mindenféleképpen kerüljük el, hogy hat, -hat ellen kelljen játszani. Uh -huh. Tehát még az, az, annak árán is, hogy technikai hibákat követünk el, azt beszéltük meg azóta a fő taktikai irányvonal, hogy rohannyunk. kerüljük ki őket, mert hat, hat ellen, a mi szerkezetű csapatunkkal elég nehéz szituációba kerültünk a gólszerzés tekintetében, és itt, itt is voltak egy különösebb problémáink, ami nem tudtuk igaziból befejezni a támadásainkat. Na de amikor elindult az egész keksorozat, ott voltatok, akkor azért lehet, hogy mosolyogtál volna egyet rajta, azt mondják, hogy az fogtok menni, nem? Persze, hát én nyilván örültem volna neki, de hát amikor már itt játszunk egy ilyen négy közéjutásért, ami nem sok mindenkinek adatot meg szerintem a csapatból eddig. És nem is volt elvárás. Igen, nem azért. volt. Azért azért egy nagy teljesítmény lett volna szerintem. Tehát összegészében ebbe az egész menetelésbe is, mert te még a tízes skálán hányos a, a csapatodnak? Minden belerakva. 7-es, 8-as. 7 8-as? Azt gondolom, igen, mert ő, tehát ő, voltak voltak hiányosságaink. Voltak hiányosságaink, de ezt mondom, ezt írom esetleg rutintalanságra, fiatalságra, az idősebbek közül ő éppen egy kicsit begörcsölt, tehát összességében azt gondolom, egy ilyen 7-es, 8-as az mindenféleképpen megérdemelt. Mennyi idő kell ahhoz, mondjuk egy ilyen társaságnak, hogy úgy tudjon tanulni ebből a hibából, vagy ebből a második fél időből? hogy mondjuk fél év múlva hasonló helyzetben Tutira ne az majdnem gondolom, Tutira. Én azt gondolom, ha a saját pályafutásomat is ö, ö, nézem, akkor mindenféleképpen egy nagyon fontos szempont, hogy együtt kell játszani a, a játékosoknak. Tehát az, hogy összeálltunk, összeálltunk ebbe, a, ebbe a felállásba, 7-8 hónappal ezelőtt, ez borzasztó kevés. Uh -huh. Ez borzasztó kevés, tehát ha csak a Fradit veszem, említetted példának, ezek a gyerekek vagy lányok, nem tudom, most már hosszú évek óta a belső, a belső mag együtt játszik, és ez, ezt nem lehet elvenni. Tehát ez, amikor rutint szereznek, és együtt szerzik a rutint és a élményt, kudarcot esetleg, akkor, akkor azért ezek nagyon fontos szempontok. És ezt meg fogjátok próbálni? Mármint, hogy, hogy akkor ez meg legyen majd ez a rutin? Tehát, hogy együtt maradni? Hát nyilván mindent megpróbálnak, igen. Jövőre is ugyanígy, veletek ugyanitt. Az majd kialakul, még nem tudjuk, hogy, hogy, néz, hogy alakul a jövő. Uh -huh. István? Én is ugyanezt tudom, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, holnap után tárgyalások vannak, de sportszak mai szempontból azt gondolom mindenféleképpen. Az volna a, a bőle, bőle, Igen, hogy együtt játszon egy társaság hosszú éveken, hosszú éveken keresztül, és akkor akkor azt gondolom, hogy ezek, ezek összegződnek, ezek a tudásban jelentkező dolgok. Csak hát ugye ez nyilván mint minden, ez is nagyon az anyagiakon múlik, és hát ugye egyelőre láttuk, hogy ez a menetelésetek, ez, ez az az hogy szegény kis a visszakapta -e már a pénzét. Mert hogy itt mindenki, amit tudott, beletett Így van, így van, is. így van, de hát csak hogy könnyítsem a helyzetet, nálunk van a klubon belül egy megállapodás, a erről nem nagyon beszélünk, játékosok, edzők, ez nem a mi asztalunk, nem is szeretnénk róla nyilatkozni ezek a pénzügyi dolgokról, hogy ez legyen a menedzsmentnek a feladata. Hát akkor fel a fejjel, és akkor Magyar Bajnokság. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük. Szépen.